zice, probă de microfon. Eci cap cioc, eci cap cioc. Eci o sol, eu ci. Kezdhet el. Sziasztok, Julcsi vagyok, és bemondotásom Béla. Szeretettel üdvözlünk mindenkit a Tresno Gésnyiver eseményen. Katovigna, Ange, Sé, Aruved. Egy kis technikai gond akad, kérem a technikusokat, hogy fordítsák meg a képernyőt. Szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr nevében a Reménység dicsőítő koncerten. Körünkben köszönhetünk két holland keresztény énekesnőt, Reginát és Deborát. Rendezvényünk célja Isten dicsőítése és ünneplése felekezeti hovatartozástól függetlenül. Szeretnénk, hogy te is megérezd Isten kegyelmét, és átéld azt a csodát, amit Krisztus értünk tett a kereszten. A feltámadás fényében mindenkit bátorítunk, hogy kapcsolódjon be a dicsőítésbe. Felkérjük most Jakab István Esperes úrt, hogy kérjen áldást az alkalomra. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Helyeinken maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei jó atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálatelt szívvel borulunk le előtted, és köszönjük meg neked szeretetednek sok-sok ajándékát. Köszönjük ezt az újabb alkalmat, amikor a te nevedben lehetünk együtt. Köszönjük, Urunk, hogy lehetővé tetted ezt a találkozást, ezt az együttlétet. Köszönjük, Urunk, hogy életünkben számtalan alkalommal mutattad meg hosszú tűrésedet, szeretetedet, gondoskodásodat. Köszönjük a te megváltói munkádat, amit Jézus Krisztusban, ami Urunkban végeztél el. Dicsőítünk téged, feltámadott Jézus Krisztus az élet ajándékáért, az új élet lehetőségéért, az örök élet ígéretéért. Kérünk téged, hogy légy közöttünk lelked által. Kérünk, hogy te áld meg mindazt, ami itt történik. Hadd legyen úgy, ahogyan szívünknek vágya, hogy a te dicsőségedre legyen ez a mostani alkalom. Add, hogy minden rólad szóljon. Az ige hirdetés, a bizonyságtétel, az éneklés, add tudjunk szívvel, lélekkel téged dicsőíteni. Segíts nekünk, hogy nyitottak legyünk arra, hogy meghalljuk a te szavadat, megérezzük a te érintésedet. És hadd legyünk, Urunk, készek arra, hogy amit te el akarsz végezni bennünk a te igéd által, arra mi igent tudjunk mondani. Jézus Krisztus, feltámadott Urunk, kérünk ezen az estén is, ezen a délután is, dicsőítsd meg a te nevedet között. Amen. Szépen az Esperes úrnak. Elsőként a Reménység zenekar csapat urok közé. Az együttes 2004-ben alakult Udvarfalván, abból az a belső indítatásból, hogy Isten magasztaló énekeket énekeljenek, és ezáltal eljutassák az örömhírt az embereknek. Felszeretnék hívni az emberek figyelmét arra, hogy az Úr Jézus ma is él, szeret bennünket, magához akar hívni, és örök életet akar ajándékozni. De végső döntés csak rajtunk, rajtatok áll. A zenekar életében sem volt mindig csak a magasztalás az első helyen, mivel ez egy hosszú folyamat. Kezdetben szerettek énekelni, zenélni, de ma már ez másképp van. Ma már az Isten dicsőítése van az első helyen. Az a legfontosabb, hogy a vele való kapcsolatba kerüljenek, és az embereket is ebbe a bensőséges kapcsolatba hívják. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik.
Ez a csodálatos zenei szolgálat, amit az Úr rájuk bízott, egy hivatás is egyben, hogy minél több emberrel megismertessék őt, és az Úrban való reménysugarat továbbadják. Úgy hiszik, hogy a munkájuk és céljuk nem hiába való, mert aki egyszer is meghallja az Úrról szóló énekeket, abban felébredhet az Isten utáni vágyakozás. Érzik, hogy ezt a feladatot az Úrtól kapták, és reménykedve tekintenek a jövőbeli feladatok elé. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi 1.6. Megkérjük hát a reménységzenekart, hogy jöjjön fel a színpadra, és csak lenne a papulok közé.
foglalkoztatunk benneteket. Csodálatos, hogy ennyien összegyűltünk magasztalni Istent. Én is bátorítlak, hogy nyitott szívvel állj ennek a mai estének, és meglátod, hogy akkor Isten tud végezni benned valamit. Ez rajtad múlik. Jézus, nézd le rá! Szálljon fel hozzád, Jézus!
Szívemet kitárom az Úrnak, amikor ő elé jövök dicsőítésben, amikor hétköznapok elkezdődnek, amikor hétfőn a munkába vagyok, akkor is Istennek a jelenlétét tapasztalom. Ezt kívánom a te életedbe is, ha még nem tapasztaltad, hogy a mai este kérd Istentől, ezt meg tudja adni, hogy nem csak egy hétvégi templomba járás lesz a te életed, hanem hétközben is fogod tapasztalni az ő jelenlétét. Erre bátorítlak, gondold át, hogy elfogadod vagy elutasítod őt. Gondold át, hogy te mit teszel Jézusnak a kérésére. Jézus meghalt érted, kereszten áldozta magát. Érdi tőled a mai este, gondold át. Thank you.
jó az Úr, aki kegyelmes hozzánk. Egy picit figyelj rá, szólít most téged. Jó az Úr, aki kegyelmes hozzánk. Tekints most ő rá, szeret ő téged. Gondold át, hogy elfogadod, vagy elutasítod őt. Gondold át, mit teszel. Gondold át, hogy elfogadod, vagy elutasítod őt. Mert a kezed van felé.
jelen létedben, Uram, új hitem s reményem van. Jelen létedben, Uram, jövök. Jelen létedben, Uram, új hitem s reményem van. Jelen létedben, Uram, jövök. Ha ismertek, akkor bátorítom, hogy énekelj közösen, oké? Okay? Jézusom, megváltom! We'll be right back.
Hogy sok embernek gyógyult a szíve az énekek közben is. Jézusunk megváltónk valóban megváltoztatja és meggyógyítja a szívünket. Következőkben azt hallgassuk meg, hogy a meghívottunknak hogyan változott meg és hogyan gyógyult meg az élete. Regina Van Davis Van Der Eyck az Amerikai Egyesült Államok délkeleti részén Észak-Karolinában született és nevelkedett. Gyermekkorában minden vasárnap az egyik kis falusi gyülekezetbe járt. 6 éves korában megkérte Jézust, hogy legyen élete ura és megváltója. 12 évesen Regina nagyon eltávolodott Istentől, a világ szerint próbált élni, de nem sikerült neki, hogy jó életet élje. Úgy élt, mint egy képmutató. 23 éves korában megváltozott az élete. Isten olyan barátokkal áldotta meg őt, akik teljes szívükkel és életükkel Jézust követték, elkezdett velük gyülekezetbe járni vasárnaponként. Amikor 25 éves volt, egy hétvégére elvonult egyedül, hogy imádkozzon és bőjtőjön. Magával vitte a gitárját is. 2 napig folyamatosan olvasta a Szentírást, és abból énekelt az Úrnak. Azon a hétvégén Isten elkezdett neki énekeket adni. A dalokat, amelyeket Istentől kapott, visszaénekelte neki dicsőítésképpen. Sokat sírt és gyógyult a helytelen életvitele miatti szégyenből. Felfedezte, hogy Isten dicsőítése által elindult benne a gyógyulás folyamata. Isten minden könnye által egyre jobban gyógyította. A sírása nevetésre fordult, és úgy érezte magát akár Dávid a Zsoltárokban. Isten megajándékozta őt egy operaénekesi munkával Hollandiában. A következő évben, amikor már Európában élt, rögtön a 28. születésnapja után, Isten bemutatta őt férjének. Egy ifjúsági konferencián Hollandiában. 30 évesen ment férjhez, és a 31. születésnapja után egy hollandiai gyülekezetben dicsőítős vezetőként szolgált az Úrnak. Regina rájött, hogy az álma valóra vált. Megosztja az Úr örömét másokkal a dicsőítésen keresztül. Isten váltotta valóra az ő álmát. Deborah Grant, 31 éves, a férjét Dánnak hívják, van egy kislányuk és egy kisfiúk. Isten különleges vágyal és szenvedéllyel ajándékozta meg a zene és a dicsőítés iránt. Élete céljának tartja, hogy az Úr nevét dicsérje, és embereket vezessen az ő jelenlétében. Tavai szerint az éneklés nem a dicsőítés nem az éneklésről szól, és még nem is a jó zenélésről. A dicsőítés a szívről szól. Deborah tehát így bátorít minket, hogyha nincs is jó hangod, vagy hogyha nem vagy tehetséges a zenélésben, dicsérheted Istent. Megkérem hát Reginát és Deborát, hogy jöjjenek fel a színpadra. I would like to invite Regina and Deborah to the stage to praise the Lord together with the band.
translating for us tonight, and we want to welcome everyone. Please sing along. Please, if you know the words, stand up. You saw a couple of us. You're welcome to join us to sing and worship God. Ma este fordítás is lesz, és ezért megkérünk mindenkit, hogy kapcsoljatok be a dicsőítésbe. Énekeljünk együtt az Úrnak. Know that the Lord is God.
Azt énekeltük, hogy Istenhez úgy mehetünk, ahogy vagyunk. És nincsen olyan földi bánat, amit a menny ne tudna meggyógyítani. Hogy ezen a napon is lehetőségünk van megtapasztalni ezt a gyógyítást, lelkes támogatóinak is köszönhetjük. We would like to thank all our sponsors for helping us organize this event. Ezt nem kell fordítani. Partnereink. Adonai Center. Mammoth Stage. Vézi TV. Köszönjük meg egy nagy tapsalunknak. A szervezők nevében is nagyon szépen köszönjük a támogatóknak, hogy segítettek létrehozni ezt a rendezvényt. Egy amerikai történet szerint Erdélyben is munkálkodik Isten. Egy hazai történet szerint négy orvos állította, hogy a meghívottunkon agyműtétet kell végezzenek életének harmadik napján, meséli az édesanyja. De Isten másképp döntött. Így életben maradt, és ezért lett lelkipásztor. Egy asszony látja, ahogy szomszédjai éjfél körül kezükbe tartva egy kisbabát gödröt ásnak a kertben, hogy élve eltemessék. De Isten közbeszól, meséli az asszony, így életben maradt a kislány, és tanárnő lett belőle. Egy drogfüggő lány öngyilkosságra készül, emlékes füzetét keresve pedig egy Bibliát talál. Ezért él, mondja ő. Egy orvos professzor üti az asztalt a rezidens diákja előtt, akinek édesapját saját kezével műtötte, hogy képtelenség, lehetetlen, hogy még él. Ők műtötték meg az apját, de biztosak voltak, hogy meg fog halni. És 10 év után még életben van. Ilyen nincs, ordít. Isten másképp döntött. Isten él és munkálkodik. Itt, közöttünk, bennünk, benned. Felkő Andor, református beosztott lelkipásztor Székelyudvarhelyen szolgál. Nagy hatással voltak rá a felti történetek, amelyeket hallott, megélt, átélt. Tanulmányait Alsórákoson, Sepsiszentgyörgyön, Kolozsváron, Berlinben és Belfastban végezte. Maradandó nyomot hagyott életében Ürlich Barzány missziós iskolája, különösen az evangelizáció, amikor Berlin központjában csupán csak egy hirdetőtáblát kellett tartania, így, amelynek ez volt a felirata, válj emberré, tégy úgy, mint Isten. Ez volt eddigi élete legnehezebb szolgálata. Azóta is folyamatosan ezt tanulja. Hogy lehet Isten embereként élni, járni, kelni, elestni, felkelni, másokat is hozzá vezetni? Isten elhívta és elküldte, hogy az ő megváltás történetét hirdesse, mert ő él. Azt akarja, hogy te is benne légy az ő történetében. Megkérjük Felkő Andor lelkipásztort, hogy tartsa meg az áhítatot. Nem szeretnék senkit felébreszteni, ezért megpróbálok nagyon csendben beszélni. És úgy, hogy senkit ne zavarjon meg, a kényelmünket ne vegye el, és igazán megmaradjunk, hogy halljuk a légzümmögését is. Egy történet szerint, amikor legelőször hallották az evangéliumot a versziek, felkeltek és elmentek, ordítani kezdték az udvaron, és minden utcába kiabálták, Krisztus él! Tovább ment ez a történet is, amikor a skótok hallották az evangéliumot, az örömhírt, elmentek és az írekkel összeverekedtek. Aztán ment tovább az evangélium, tovább terjedt és eljutott Németországig. Németországban, amikor elérkezett, hallották ők, hatalmas teológiát hoztak létre, leültek csoportokba és tárgyalták azt. Aztán folytathatjuk, az evangélium terjedt Romániába, Bulgáriába, elérkezett Afrikába, az afrikaiak, amikor hallották az evangéliumot, felkeltek és ugráltak, táncoltak rá. Az evangélium volt. Kép volt a Facebookon, húsvét harmadnapja estén, az
De elsőképpen Jézus Krisztus a keresztfán, és írjan alatta, mosolyan, halleluja, feltámadtam, Urunk, él, életben van! A másik képen egy lelki pásztor, nem tudom, református, méteus, katolikus, baptista, milyen volt, Balázsba hív, fel van ülve, meghalt a mi lelki pásztorunk! A jó, szabad a papokról beszélni, egy mosolyt, egy kaszagást, nem van. De mi lett és mi van a gyülekezettel? Tudom, húsvéti, igehirdetések, nagy hit, ki vagytok, fáradok, kerüldve mindenki, plafonizálódott a hitbe, feltöltődve, csak arra várjunk, hogy hátradőjünk, Urunk, és simogass minket. Mi van és hol van a húsvéti gyülekezet? Arra olvastam, hogy a húsvéti prédikációt egy-egy viccel kezdték eleinte. Jézus Pászkális, megvolt a húsvéti kaszagás, húsvéti nevetés. És nem mondok újat, a mai gyülekezet is Karl Barth szerint, ami énekléseink, húsvéti énekek, ami imádkozásunk, húsvéti imádkozás, ami prédikálásunk, állítatok, húsvéti prédikáció, és ami gyülekezetünk is. Nagy péntek, így ászoló. Csak úgy lassan, Regina, Pöcsi, ne üsd azt a dobot, úgy csak úgy hátradőlve. És így ülök, milyen szív, néztem is, hogy a popcorn kiesett a kezéből valakinek. Olyan szép, gyönyörű ez a terem, és az élet ura előtt állunk meg, és az élet ura megszólít bennünket, és egy szóra, ez nem játék. Néha úgy beleporzalok, az elmúlt héten szerdán. Beérkezik egy jó barátom Mikafallán udvarhely mellett, és az a tiszteletes úr, kéne 30 le. Laci, ez tudja, hogy nem így működik. Mikor, meddig feltételek vannak, kéri, megadja ezen a dátumon. Tiszteletes úr, ahogy itt állok, látom, mondom, látok én. Ahogy itt állok, úgy megadom azt a pénzt, pénteken! Nem happy end, nem amerikai történet. Laci barátom, a csütörtökön eltemettem. És ha ez sem volt vicces, akkor a halálról szeretnék nektek beszélni. Mert tényleg nem vicc, ami itt történik, és hiszem is valahogy nem vicc, ami itt történik, hogy te valahogy belódultál ide, valaki elhívott, valaki meghívott, épp nem volt, amit csinál, épp unatkozol, beültél Isten jelenlétébe, Isten közösségébe, eljöttél ide, ahol hiszem is valahogy történik valami. Csak hogy valóban ez függ tőled is. Tudjátok már, Milius, Krisztus nem rúgja, nem karatézza be az ajtót. Ott és ahol, annak, akinek ő akarja, ott valóban megnyílik az írás Szent Lelk által, valóban a hang, az ige hirdetés, az ének által megszólal az élet ura. Ennek a Bibliának a legcsodálatosabb szava, egerte. Vaj, milyen szép, ugye? Nem írja le valakinek, egerte. Azt jelenti, hogy feltámadt. És ez a szó, hogy egerte, a hoch görögben, a felébredt szóból ered is származik. Felébredt. Olyan jó lenne, hogy egy kicsit csináljunk ezt, jó? Álljunk egyet fel. Hoptani, álljunk fel egyet. Álljunk fel egy kicsit úgy, mintha élnék, mintha lélegeznék, életünk lenne. Fogjunk kezed egymással. Jó, hogy itt vagy. Egy ilyen nyomköszöntést. Jó, hogy itt vagy. Igen, örvendek, hogy élsz. És egyet kiáltsunk. Krisztus él! Krisztus él! Na, nem viccelj. Egyedül nagyobbat ólítok. Egy, két, hány is? Krisztus él! Igen, és azt akarom, hogy mi is éljünk, és ti is éljetek, és most életben legyetek. Foglaljunk helyet megdörzsölt szemmel. Mert az igét olvasom, nem szemekkel, ha már szemet is be lehet újni, el lehet képzelni. Isten igét olvasom a János evangéliumából, a 20. részből. 20. rész 24-től 28-ig terjedő verseimből. Következő képpen. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalában, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent volt a tanítványai, bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra.
és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Kedves tisztelt, húsvéti gyülekezet. Jézus él. Jézus itt van, és nem hisz, hogy ő veled akar találkozni. Ma este is értékes számára az a perc, és ha ez lenne az első és utolsó, úgy kellene te itt legyél, úgy kellene, hogy figyelj, és hívd azt, hogy Uram, történjen valami. Ne unalomból üljek el egy órát. Kérlek, történjen valami egy énekszöveg által. Élénk is fel az életem, szólj hozzám, ragadj meg én élek, ha-ha, itt vagyok. Réginekes könyve volt egy gyönyörű ének. Örök Isten, merre, merre vagy. És aztán itt az új énekes könyve, és az van. Melyik ének van? Itt van. Itt van Isten köztünk. Gyertek őt ima. Jó, ha eljönne. De hogy ülök kényelmesen a székbe. Vagy ha eljönne csak egy testvérünk, egy hitbeli testvérünk Mongóliába, akiknek 20 éve van, 25 éve van Bibliájuk is. Ilyen szemekkel fogta meg a teljes Ószövet, Szentírást, hogy meglátta nálam. Nektek van, le van fordítva, van igétek. Mint az a kis szomáliai gyerek, most láttam ugyancsak a Facebookon, 3 évesen fékkimerülésben, ilyen fékonyan, ott áll szinte napjai, percei, órái vannak, és valaki örökbe fogadja. És akkor tovább viszik a képeket, és mutatják, és 4 év után egy mosolygó kisbaba él, élete van, életben maradt. Isten nem akar téged ringatni, szórakoztatni egy kicsit, gyere, megkenem a lelket. Az Isten fel akar ébreszteni. Fel akar ébreszteni a halálból, az unalomból, a kilátástalanságból, a jólétből. Olyan jó. Bejönne valaki, barátaim, afrikai országon négy, van gitárja. Vannak hangfala. Kényelmes szék van. A fürdőben víz van. Ezeknek van ruhájuk. Nem büdösek, van nadrágjuk, van cipő mindenki. Micsoda? Néznének nagyon, mi történik itt? Hol vagyunk? Mennybe? És tényleg mennyországi pillanatok, amikor megszól valaki az anyanyelvünkön és értjük. Nem pénzé, nem képmutatás, hanem azért, mert ő valamit átélt. Valamit megtapasztalt. És az Isten téged is fel akar rázni. Meg akar rázni, mint Tamást egy kicsit. János evangéliumában a legtöbbször fordul elő a hit szó. Piszta, jó, hinni, elhittem, hiszek, aki hisz, aki nem hisz. 2 olyan sokszor fordul elő, mint a másik 3 evangéliumban együttvéve. Hisz. Mert úgy szerette Isten a világot, ugye? Egyedül itt jelenik meg, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Egyedül itt jelenik meg, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Aki hisz én bennem, az nem hal meg sosem. És aki él és hisz én, aki hisz bennem, az nem hal meg sosem. Csak itt jelenik meg. És ugyancsak csak ebben az evangéliumban jelenik meg Thomas Jefferson. Tamás. Úgy évezem ezt az embert. Ezt nem lehetett berágat, hogy gyere, milyen jól lesz a koncert, nézd meg, hányan vannak, mint hisznek. Én akkor se hiszek, mit érek el engem. Végül megyek haza. Ugyan jöttem, ugye elmegyek haza, és ennyi volt, kész. Miért csinálják? Azért akarnak szerepelni. Miért csinálják? Azért, mert fizetik őket, a sztárkodnak. Ott tudják mutogatni magukat, milyen jó. Én is mennék ezért. Csak belegondolsz, nem ezért csinálják is, nem erről szól az életük. Mert valami történt velük. Egy novellát írtak a vakok országáról. Betéved a vakok országába egy látó ember. Bemegy és nézik, mint a... Nem nézik, mert vakok, bocsánat. Bemegy és... Érzik, érzékszerveikkel. Hallják. Ez nem normális. Valaki mondta, Uram, ön hülye? Válaszolt, nem, én református vagyok. Nézik. Színekről beszél. Zöldről, sárgáról. Rózsaszínről, pirosról, piros rózsáról. Zöld ágakról. Hallgatják. Ez nem normális. Beszél nekik a madarakról. Milyen szépen rendesnek. A lepkékről, a pillangóról. Az ezerszínű növényű állatokról. Tühösek lesznek, ezzel valami baj van. Ez tényleg nem normális. Istenem, és volt református akkor. Ez valami baj van. Eladdig, hogy tanácskoznak, összehívják a várost, bizottságot alapítanak, hogy valamit kell tenni vele. Ez nem lehet, hogy valaki lát.
Oda mennek, lefogják, jönnek az orvosok, ellenőrzik. Ennek az embernek a homloka alatt van két dudor. Nézik és mozog. Van két golyó, nekük nincs. A szegény ember, ez tényleg nem normális. Ez lát. Mi az, hogy lát? Ez, hogy ő színekről beszél, napról beszél, gyönyörűségről beszél. Több, mint mi. Gyógyítsuk meg. Bizonyára szenvedett. Hogy szenvedettek ezek az énekesnők, nem? Bejönnek Hollandiából. Mennyire unatkozhatnak otthon? Vagy mégse? Vagy talán áldoznak az életükből, idejükből, családjukból azért, hogy valamit átadjanak, amit kapnak szabadon, felszabadultan, megosszanak valamit, vagy a mennyországban is történni fog majd velünk, hogy belépünk, énekelni fogunk. Igen, lesz aki angolul, lesz aki magyar, de meg fog történni. És lekötözik, hogy gyógyítsák meg. És operálják ki a szemét. Kedves barátom, aki most nagyon unatkozik és várod, mikor jön a jó zene. Mi van, ha igaz? Mi van, ha nem Tamásnak volt igaz, aki ott volt Jézus Krisztussal, látta a csodáit, látta a gyógyításait, és mégis nem tudta elhinni, elfogadni azt, hogy ennyiből áll az, ez a megváltás, Tori. Hogy a kereszten végzi valaki, és nem tesz semmit, nem száll le, nem jön a hadsereg, nem jön a pénz, nem történik, kiszolgáltatja magát. És a durva az egészben azt, hogy értem és érted, szolgáltatta ki magát. Üresítette ki magát, adta át a feltétel nélküli szeretetből. Á, elfogadott és el akar fogadni téged. Mi van, ha igaz? Barátom, olyan biztos, hogy te itt ülsz most, ugye? Fogozzunk meg. Aki alszik, az nem. Fogjuk meg lábunk, ugye? Van, mozog a combunk. Lélegzünk, ott ül mellettünk, Picsu, Jancsi, Jancsika, milyen szép lány, jöttem udvarolni, itt van, és rengeteg jó csaj lesz. Ez biztos. De mi van, ha kimész és ez megszűnik? A világon ebben a percben, ebben a pillanatban, ebben a másodpercben két embernek mortus punctus. Két ember meghal egy másodperc alatt. Egy óra alatt lehet a te barátod és barátnőd is, aki diszkóba megy, vagy bulizni megy, vagy épp a cukrászdába, vagy részegautós jön. Egy óra alatt több mint 6000 ember meghal. Vége itt. Igen, lehet 5 évesen, 2 évesen, 10 évesen, 20, 30, 40, 60 és 100 évesen. Woody Allen mondta, én nem félek a haláltól, de nem akarok találkozni vele. Na most már kezd unalmas lenni, nem? Halál, hagyjon minket! Felejtsük el! Ne, fiatalok vagyunk. Egy év alatt 150 ezer ember meghal. 57 millió ember egy év alatt meghal. Egy nap alatt 150 ezer. És mi van, hogyha közöttük lehet? Na jó, nem te, de fit vagy, egészséges vagy, erőbe vagy, badis vagy, kemény vagy. Nem te, hanem lehet, hogy édesanyád, édesapád, nagymamád, nagyanyád, barátod, barátnőd. Hát ez valóság. Ha másban nem is, de ez valóság. Halál a legdemokratikusabb szervezet a világon. Mindenki tolerál, mindent eltolerál. Szőkét, piröset, barnát, okosat, gazdagot, szegényt. És senki nem diszkriminál, még egy olyan kis rossz ember is, mint te, elfogad mindenkit. Talán már átérted. Barátod, barátnőd elvesztését. Szomorú, nagyon turva téma, nagyon mocsok vagyunk. És itt van Tamás, és ezzel küzdődik, nem hisz, nincs ilyen. Ő nem erről hallott. Krisztus nem erről beszélt, hanem csodáról. Igen, tényleg. Udvarhelyen történt meg, hogy észak a hetedik kisbabát, az édesanyja el akarja ásni. Ássa a gödröt, fogja a kezébe a kicsi csecsemőt. Munkálkodik, a jó munkás ember. Szomszéd azt mondja, meglátja, és annyit mond, egyetlen egy mondatot. Te, nem félsz az Istentől. Megijed, hogy hívja a rendőrséget, beviszi az otthonba, életben marad. Elmondja egy barátőnek, egy hívő asszonynak, aki úgy fogalmaz, belépett Isten, Krisztus belépett az életembe, vagyis megnyílt a szemem. Látogatni kezdi, megnézi, ruhát visz neki, hazaviszi, aztán elviszi az otthonába. És csak úgy véletlenül Isten alakítja az életünk minden ráncába, mozdanatába, ebben a pillanatában is benne akar lenni, és benne van. Aztán bejön a szomszédja, és azt mondja, hogy nem fogadhatnám örökbe ezt a kis gyermeket? Bólintanak, hogy igen. És megmenekül a halál torkából egyetlen egy mondattal, mert a hölgy úgy mutatja be, hogy ez a kislány szép, okos, és már imádkozni is tud. És csak így, a gödörből, én is lehettem volna ott, és voltam te is, vagy még előtted áll.
kiemeli, és tényleg tanárnő lesz, hirdeti az evangéliumot. Mit kell neked, hogy elhidd, hogy Isten valóban megtette mindezt, és ezek az emberek nem hülyék? Jó, én lehet, hogy igen, református vagy, de ők nem. Vagy ki kell neked, Tamásnak is ezt kell. Mit akarsz, Tamás? Látsz! Az ujjacskádat, gyere, nézd csak! Ez nem fék, ez valódi! Mit akarsz? És Tamás ott van, kinyújtja. És ugye elképzelhetjük, hogy mit történt vele akkor, amikor valóban megtörténik, valóban megnyílik a sor, és azt mondja, ez az ember él. Ez az, akit én ismertem, ő valóságos ember és valóságos Isten. Azért jött, hogy valóban az ő szeretetével megmentse ezt a világot. Értem, halt meg. Engem akar. És tüleim, Tamás egy őszinte ember volt, nem tölt be a haveroknak. Múlt itt elhallottam, volt konfirmandus, olyan nagy pofája volt. Szivatja a másik, hogy te még mindig jársz ifire. Hogy a szent fazonok jár. Az nem modern. Miért mész oda? Talán veled is előfordul. És felteszed a kérdést. A Szentírás felhatalmaz arra, hogy kételkedjünk. Kételkedjünk. De ne essünk kétségbe. Akik itt ülünk, talán már minden feltettük a kérdést. Tényleg így van? Tényleg él az Úr? Akkor most azonnal tegye meg, változtassa meg az alkoholista édesapám, gyógyítsa meg a beteg édesanyám, tegyen csodát, jelenjen meg! Két napja jó reménység csoportban voltam, sokkal komolyabb, mint ez a csapat a reménység, az a jó reménység. És rákos asszonyok ültek egy csoportba, és nem tudom, mi történt ott. Nem volt top, nem voltak sztárok, csak azt olvastuk fel, hogy én élek. És ti is élni fogtok. Aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. És aki él, valóban nem hal meg soha. És tudom, az asszonyoknak valahogy ragyogott a szemük. Az egyik felállt és azt mondta, hogy 9 éve diagnosztizáltak rákkal. És valami történt, utána elkezdtem élni. Nagyon néztem, az egy 50 éves asszony volt. És előtte mit csináltál? Levitáltál? Vagy csak plázákba jártál? Akkor kezdtem el élni. És tényleg nem fizette azokat senki. És ragyogott a szemük. Éreztem, hogy ők élnek. És látom a 19 éves unokatestvéremet. Olyan undalmas az élet. Beülünk a klubba. Már nem jött ma este az, akit akarunk szivatni. Unalmas az élet. Már unok mindent. Számítógép játékokat, zenét, diszkó. Unalmas az élet. És nincs messze. Lehet nem, hogy a legmenőbb lány, vagy a legmenőbb srác, de ott van a kételj a te életed, ott van a fájdalom, ott van a célt keresés, vágysz valamire, vágysz egy értelmes életre, hogy valóban történjen valami veled. Vágysz Krisztussal, valóban felébred, megnyíl a szemed, kinyíljon, hogy igen, van élet. És Krisztus él. Tamásnak ez kellett. Ő nem dölt be a barátainak. Láttuk az Urat, és akkor mi van? Ezt láttuk! És odafut a sírhoz, János és Péter szaladnak, Péter elfárad, János gyorsabban szalad, elér a sír bejáratához és megtorpa. Na, ide be nem lépek. Ott van, még egy lépést kell tegyen! És nem lép be! Nem történik meg a csoda vele! Lehet szégyenből! Az én úgy hiszek is, meg nem is, kám fele-fele. De hogy tényleg átadjam az életem, tényleg megéljem az iskolába, péntek esti bulin, szombaton azt, hogy Krisztus él, és én az ő tanítvány vagyok, felvállalom, az az így durva. Majd ott 50-60 éves koromban, mint Laci, aki kölcsön kért. És az idő telik. És te már most élsz. És biztos azt akarja mondani neked ma este, hogy nem akkor, ha bejutsz ebbe-abba a kollégiumba, 8.-9. Nem, ha sikerül az érettségid. Nem akkor, amikor egyetemre bejutsz. Nem akkor, amikor férhez mész, vagy feleséget kerül. Hanem már most élsz. És én azt akarom, hogy ennek az életnek életszaga legyen, valóban. Célja, értelme és tartalma. Tamásnak szüksége volt arra, hogy betegye az ujját Jézus Krisztus sebeibe. Orvosnő, akiről hallottunk, udvarhelye van is. Rezidens korában szól, meglátva a nevét a professzor, hogy ő az a kislány, aki ebből abból a faluból van? Mire válaszol, igen. De volt egy betegem, akit 15 éve belvágtam, és ahogy már a műtőasztalra került, láttuk, hogy meg fog halni. Életem legnehezebb műtéte volt,
Összegyűlt a csoport, a csapat, és tudtuk, hogy vége lesz. Ennek nincs tovább. 15 éve halt meg. Mire válaszol a rezidens lány, ez az ember nem halt meg, ő él. És az édesapám. Prof felkapja a vizet, és szinte kikergeti a szobából. Te felfogtad, mondja a lati nevét a betegségnek, milyen betegsége volt, és te azt állítod, hogy él. Ez ember meghalt. Olyan biztos, mint hogy itt állok. Becsapta az ajtót és elment. Hívta a kollégát, aki épp a műtőben volt véres kézzel, és mondta, meséld el az esetet. Elmondják az esetet. És a lány könnyek között mondja, ez az ember az édesapám is él. Azóta 15 éve. Mire van szükséged? Hogy Isten melletted, és te Isten mellett végre letted a voksot. Mire van szükséged? Kire van szükséged? Hogyan tud téged megragadni Krisztus? Pál apostolt megragadta Isten, tetőtől talpig, totálisan. Megvásárolta, visszavette, felvette. Ahogyan Tamás, és mindenkinek az az életéhez van egy útja az Istennek. Megvannak a pillanatai, a előre rendelt, a megrendelt idő, az isteni idő. Valóban rátaláljon. Csak azt szeretném elmondani ma este testvérem, hogy olyan drága vagy Istennek. És Isten ma is itt van, és valóban harcol érted. Harcol azért, hogy már most megragadjon. Megragadjon, és ne engedjen el. De lehet, hogy rögsz egyet rajta. Míg a falván 2005-ben hatalmas árvíz volt. Több mint 23 házat elvitt, földön futóvá tett az embereket, akik ott éltek. És egy különös esemény előzte meg. Egy fiatal ember a ház tetején volt, forgatta a cserepet nagyszüleinél, a falu legutolsó házába. Ott van is egy hatalmas morajlás hal egy augusztusi napon, amikor nem volt eső, nem volt rossz idő, napsütés volt, 23 fok. Ott van és hallja ezt a hatalmas dübörgést. Leugrik a tetőről, biciklire ül és ordítja a faluba, valami történni fog, jön a víz. Jön az árvíz! A gondolatok a központban ülő bácsikák hogy néztek rá? Na ez megszaladt. Ennek befrucsolt. Elvágták a fonalat. Végig bringázt az egész falut, végig biciklizett, mert egy tetőn egy dombó volt a házuk és hallotta. Rá 10 perc múlva ott volt a víz, ilyen hatalmas magasságban az aszfalton és elvitt 23 házat. Nem tudom, hogy... Ki kellene kiáltsa, hogyan kellene kiáltani a te füledbe, azt, hogy érdemes, megéri, kell. Isten akarja, hogy a te bizodalmadat belévesd. Higgyél és bízzál benne, hogy valóban életed ura lehessen, valóban megtapasztald az ő segítségét. Tamásnak szüksége volt az ujjára, szüksége volt a szemére, a füle nem volt elég. Kicsit most ellenőrizzük le a mi életünkbe. A szemre nincs szükség, ugye? A fülünk megvan? Megvan? A kezünk megvan, ugye? Mindenki emelje fel, megkérem a hüvelyk ujját. Nyújtsa felé. Mondom a hüvelyk ujját, az a mutató. Jó, fele elaludt akkor. Testvéreim, tényleg Isten győzhet meg. Gazdagok vagyunk. A Vanderbilt Egyetemen Hollandiában egy professzornak egyszer 47 évesen elmondták a kollégái, meg fog halni rohamosan. Le fognak bénulni az izmokat mozgató idegszálai, és mint egy élő halottá válik. És így is történt, amiotrofiás, laterális szklerózisban szenvedett, egyszer csak lebénult a várlia. Aztán lebénult a másik, majd a combizmai, aztán a hasizmai, ami azt jelenti, hogy nem tudott enni. A várlia, a karizmai, a mellizmai nem tudott szuszogni, lélegeztetőgépre került. Aztán a nyelve, nem tudott beszélni, nem tudott enni. És egyetlen izomszál maradt a végére. Egyetlen idegszál, ami még mozgatott egy kis izmot. Ez volt az ő bal szempillája. Szuper profi élet. Ilyenkor mondjuk azt, hogy jöhet a kötél, ebből nem kérek. És számítógép segítségével egy hüppel összekapcsolták. És mint az egér kattintásával ez az ember, még diákokat tanárként, diákokat lektorált, 6 évig élt, 4 könyvet írt, és élete volt. Ha már az ujjunkkal is baj van, a szemünkkel is, a hallásunkkal is, akkor hagyatkozzunk a szempillánkra, balra. És lehújva most, egy imádságot mondva el, ajánljunk fel Istennek a mi életünket, a mi lélegzetvételünket, a mi holnapunkat, a mai napunkat, a jövőnket,
a házasságunkat, tanulmányainkat, életünket. Mondjuk be a mi szemünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, nélküled semmit sem cselekedhetünk. Jöhetnek professzorok, tanárok, sztárok, hatalmas urak. Senki és semmi nem tud meggyőzni bennünket, ha te nem lépsz közel, ha te nem veszel uralkodást a mi életünkön. Urunk, most ebben a pillanatban úgy jövünk hozzád, ahogy vagyunk. Te ismersz bennünket, ismered a mi múltunkat, ismered a mi jelenünket, és valóban ismered a mi jövőnket is. Te egy síkba látod. Szabad akaratot ad számunkra, hogy döntsünk melletted és dönthetünk ellened is, de te látod a mi életünket, és nem akarod, hogy a reménytelenség, a kilátástalanság, az elcsüggedés legyen úrrá a mi életünkön. Hanem igen, azt akarod, hogy örüljünk. Azt akarod, hogy megtaláljuk az életet. Hiszen te vagy az út, az igazság és az élet. És azt akarod, hogy célja, értelme és tartalma legyen a mi életünknek. Urunk, te szeretetből szeretetre teremtettél bennünket. Azért, hogy kapcsolatban éljünk veled. Hogy soha ne legyünk magányosak. Soha ne legyünk egyedül. Hogy már itt a földön, a mennyországi pillanatokba belekóstolva, a mennyben beteljesülve majd, örüljünk és újogjunk, mint a te igaz gyermekeid. Így kérünk, Urunk, szólíts meg most bennünket. Te tudod, hogy kinek mire van szüksége. Zenéletünk, táncolhatunk, de furuljázhatunk. Nem történik semmi, ha tehát a szent lelked nem érint meg bennünket, és nem nevez meg a mi nevünkön. Urunk, most egyenként néven szólítasz bennünket. Add hatalmas királyunk, hogy tudjunk igent mondani, örökké és egy örök életre. Igen, Jézus Krisztus, jöjj, légy a mi életünk ura. Amen. Arra bátorítok mindenkit, hogyha valamit átél, valamit megérez, Isten megszólítja, kérdései vannak, akkor lelkipásztor testvéreimet, szolgatársaimat, együttes tagjait keressék meg, és senki ne menjen el kérdéssel. Problémák van, a problémának nincs megoldása. A probléma titok, misztérium, de kérdéseinkre van és lehet válaszunk. Mivel halálról beszéltünk, ezért egy vidám történetet olvasott fel búcsúzóul. Ez a vidám történetet egy teológiai professzorunk mondta el az édesanyja temetésén, a temetés után két nappal is így fogalmaz. Személyes hitvallásom szerint, amikor meghalok, egyből Isten ítélőszék előtt találom magam. Valóságos testben, nem ebben a földiben, hanem egy dicsőséges testben. És ott majd imádkozom, találkozom szüleimmel és sok kedves ismerősömmel, akik előttem indultak el a minden élők útján. Amikor én vagy te vagy barátod meghalunk, azonnal időfogalom, kilépek az időből és a helyből, találkozni fogok azokkal, akik már előttem elmentek. Azokkal, akikről úgy gondolnám, hogy még gyászolnak engem. Közben már rég ők is meghaltak. Megmagyarázhatatlan módon, mert halálunk pillanatában megszűnnek a tér és a hely korlátai. Nincs várakozási hely és idő, hanem rögtön Isten színe előtt kerülünk, és ott számot kell adnunk, hogy hogyan éltünk. Én nem tudom, hogyan lesz a feltámadás, de azt tudom és hiszem, hogy van folytatás. Ragadjuk meg fiatalokként és fiatalabbakként ezt a bizonyosságot. Krisztus él, és aki hisz ő benne, az nem hal meg soha. Így legyen.